Gyerekzsivajjal telt meg a Tolnai Altaripa szabadidőpark, ugyanis a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató nevelőszülői hálózata nyárbúcsúztató napot szervezett a vármegyében élő családok részére. A rendezvény egyik célja az volt, hogy a nevelő családokra kiszakadjanak a mindennapok feladataiból, és jól érezzék magukat egymás és a gondoskodásukban élő gyerekek társaságában. Évközben egyébként rendszeresen szerveznek az összetartozás élményét erősítő eseményeket is, mondja Széchenyi Sándor, területi igazgató. A mindennapok során erre kevés alkalom van, hogy ilyen nagy számban és teljes körűen megismerhessék egymást, ismerkednek, beszélgetnek, mondják el egymásnak a örömeiket, kihívásaikat, osszák meg a dolgaikat, és ugyanígy a gyermekek is, és természetesen hát egy kellemes együttlétet is szeretnénk nekik biztosítani, hiszen nagyon fontos az, hogy ez a nemes hivatás azért feladatot jelent a mindennapokban, és ez is egy olyan alkalom, hogy kicsit kapcsolódhatnak, pihenhetnek, rekreálódnak, és új jó erővel indíthatják a holnapot meg a holnap után. Tolna vármegye a nevelőszülők számát tekintve szerencsés helyzetben van, mondja a területi igazgató, azonban a rendezvény nem titkolt célja, továbbá az volt, hogy a hivatást népszerűsítse. A nevelőszülők egy része koruknál fogva egészségállapotuk miatt néhányan abba adják a tevékenységet, hivatást, és helyettük pótolni kell azt az űrt, hiszen nagyon sok gyermek vár arra, hogy családban nevelkedhessen, ezért nagyon szeretnénk, hogyha minél többen érdeklődnének a hivatás iránt, jelentkeznének, nevelőszülőnek. Mai napon is várjuk azokat, akik érdeklődnek, és bárki, aki úgy gondolja, hogy segíteni szeretne gyermekeken, annak az információt megadjuk mindenféle csatornán, megtalálhatók vagyunk. Az eseményen mintegy 200 szülő és gyermek vett részt, akiknek a szervezők több programmal, például kézműves foglalkozással és ugrálóvárral is készültek.